Sziasztok! A mai alkalommal a diktatúra és a demokrácia szétválasztásával fogunk foglalkozni. Nem lesz ismeretlen egyébként előttetek ez a téma, ugyanis tavaly a 20-as évek tárgyalásakor elég jól átnéztük, úgyhogy ennek egy része az ismétlés lesz, tehát a témánk a demokráciának az alapjai. Ugye a demokráciát azt a diktatúra rendszerében értelmezzük, a két fogalmat azt egymás ellenében szoktuk használni, diktatúra és demokrácia. Ugye ezt már tavaly mondtam, hogy az a legegyszerűbb megkülönböztetés, hogyha azt mondom, hogy a diktatúra az mindig az egységet és az egyféleséget hangsúlyozza ott, ahol a demokrácia szétválaszt, illetve a sokszínűséget hangsúlyozza. Tehát azt kell megjegyezni, hogy a diktatúra egység, egyféleség, a demokrácia pedig a szétválasztás és a sokszínűségnek a hangsúlyozása jellemző rá. Diktatúra, nézzünk, itt látunk diktátorokat, a 20. század két leghíresebb diktátorát, ugye Hitlert, illetve Sztálint. Na nézzük, azt mondtam ugye, hogy a diktatúra mindig az egységet, az egyféleséget hangsúlyozza, tehát hogyha egy számnévvel le kellene írnom, akkor azt mondanám rá, hogy egy. Nézzük csak meg ezt a feliratot itt Hitler alatt, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Itt még meg is jelenik ez az egyes szám, hogy egy nép, egy birodalom, egy Führer, tehát egy vezér. Tehát egy diktatúrában egy vezér, azaz diktátor akarata érvényesül, egyetlen vélemény az elfogadott, az ő véleménye. A diktátorok mindig maguk választják ki, egyedül ő maguk, a legfontosabb posztokra a vezetőket, hogy így is ugye az akaratukat érvényesítsék. Tehát csak és kizárólag hozzájuk hű embereket választanak. Itt ugye szintén egy diktátort látunk, Sztálint, hát akinek ugye ilyen hatalmas arcképét így viszik maga mögött, ugye Sztálinra még jellemző volt a személyi kultusz is, hogy gyakorlatilag isteníteni kellett. Következő. A diktátorokra vagy a diktatúrákra az a jellemző, hogy a diktátorokat nem igazán lehet leváltani választásokkal. Úgyhogy hogyan szűnnek meg a diktatúrák? Az egyik módszer, ugye amikor a diktátor meghal. Ugye amikor meghalt Sztálin 1953-ban a Szovjetunióban, akkor egy sokkal lazább, emberségesebb rendszer lett ugye Hruscsov által. Tehát nagyon sokszor véget ér egy országba úgy a diktatúra, hogy meghal a diktátor. Bár a Szovjetunióban nem ért véget a diktatúra, egyáltalán nem, de sokat enyhült például. Aztán szintén meghal a diktátor, csak hát ugye nem természetes halállal, hanem hát kivégzik őket, ugye itt a Ceausescu házaspárnak a kivégzését látjuk. Tehát nagyon gyakran a diktátoroknak a végét egy forradalom vagy egy lázadás jelenti, amelynek során nagyon sokszor ugye kivégzik őket. Aztán szintén ugye Napóleon, ugye őt száműzték, tehát legyőzetett egy csatában, és utána ugye száműzték, hát őt nem végezték ki, hanem egy szigetre száműzték, és ott halt meg magányosan. Tehát általában azt lehet mondani, hogy a diktátoroknak nem túl szép a haláluk, hogyha valaki látta a Sztálin haláláról szóló dokumentumfilmet, ugye azt is láthatta, hogy Sztálintól annyira féltek, hogy amikor hallották, hogy elvágódik a szobájába egy agyvérzés következtében, akkor sem merte hozzá bemenni az őrség, mert annyira félt, hogy hát ha indokolatlanul zavarják, úgymond akkor kivégzi őket, vagy legalábbis elküldi őket a gulágra, hogy igazából Sztálin agyvérzést kapott, és a saját vizeletébe halt meg, és senki nem mert hozzányúlni, még bemenni se, annyira féltek tőle. És ezért halt meg. Valószínűleg egyébként időben kapja az orvosi segítséget, akkor túléli az agyvérzést, és nem haldoklik több napot. A diktatúrára az is jellemző lehet, hogy néha a diktatúra családon belül öröklődik. Ez talán a leghíresebb dinasztia, a Kim dinasztia Észak-Koreában, ugye Kim Jong-il, Kim Ir-sen, Kim Jong-il és Kim Jong-un, aki jelenleg ugye Észak-Korea diktátora, ez itt a nagypapa, az apa és itt a fia, jelenleg ugye Kim Jong-un, Koreának a vezetője, amely észak-koreai diktatúrát ugye Kim Ir-sen teremtette meg. Tehát van ilyen is, hogy egy családon belül öröklődik a diktatúra. Ez nem túl gyakori, de Észak-Korea az egy klasszikus példa rá.
A diktatúrában is lehet választás. Na, igen. Általában, és ma már ugye divat, pont az oroszokat hoztam, az úgynevezett hibrid rendszert, hogy az autóba tudjuk, mi a hibrid, hogy így is működik ilyen üzemanyaggal, meg olyan üzemanyaggal is. A hibrid diktatúrának az olyan diktatúrákat hívom, ahol bizonyos demokratikus elemek vannak, csak azok nem töltik be a szerepüket. Például itt van Oroszország, ahol szintén van választás, viszont ezeket a választásokat rendszeresen elcsalják, erre utal ez a kép is, ahol jó pár Putyin szavaz le, tehát Oroszországban a szavazatok egy jó részét tényleg elcsalják. Tehát úgy, mint nálunk a kétcédulás választásoknál 47-ben. Vagy a másik kedvencem, amikor ugye egy pártra vagy jelöltre lehet szavazni. Itt például ugye látjuk, hatalmas a választék, lehet szavazni Adolf Hitlerre és Adolf Hitlerre, tehát a Nationaldeutsche Arbeiterpartre, tehát a náci pártra lehetett szavazni. Hát nagy választás, ugye, amikor egy lehetőségünk van választani. A diktatúra nem tartja tiszteletben az alapvető emberi és állampolgári jogokat. Nincs, tehát amit először tagad, az az élethez való jogod. És ugye, hát ez gyakran ezzel él is, ugye itt a Dunaparton látjuk a cipőket, ugye a nyilas diktatúra során, folyamán, a zsidó gettóból ugye embereket hajtottak a Dunapartra, és a Jeges Dunába lövöldözték őket. Tehát nem tartja tiszteletben az élethez való jogot, az alapvető jogodat, hogy jogod van élni, ha megszülettél, akkor jogod van. Ugye ezt ma már egy kutyától sem vitatjuk el, vagy egy macskától, ugye, egy állatkínzás, vagy az állat megölése bűn. Hát akkor gondoljunk bele, hogy egy embernek a megölése, az mekkora bűn. Tehát ez az alapvető jogod, ha megszülettél, jogod van élni. Szólás és sajtószabadság. Hát ugye természetesen, mivel ugye egy véleményt ismer el, ugye mindig csak egyet, egy véleményt ismer el, ezért ugye nem ismeri el a szólás és sajtószabadságot sem, hiszen ha valakik, tehát szólásszabadság van, és azt mondasz, amit gondolsz, hát akkor azért ott elképzelhető, ugye, hogy több vélemény fogalmazódik meg. Ha sajtószabadságban, akkor ezt a több véleményt le is írom, és meg is jelentetem. De ugye egy diktatúrának erre éppen nincsen szüksége. Vallásszabadság sincsen, vagy, mint a kommunista diktatúra ugye támadja a vallásokat, meg egyébként a náci diktatúra sem igazán szerette a vallásokat, vagy mondjuk egy vallást ismer el, ilyen például az iszlámnak a különböző diktatúrái keleten, ahol ugye csak és kizárólag ugye az iszlám vallást ismerik el. Törvény előtti egyenlőség sincs, természetesen nincsen, vagy eleve a bíróságok úgy működnek, hogy ugye nem normálisan, ahogyan mi megszoktuk, hanem ugye koncepciós perek vannak, vagy pedig ugye bizonyos embereket, mint például a Putyin elvtárs és a barátai, máshogy ítélnek meg, soha nem kerülnek mondjuk börtönbe azért, mert mondjuk sikkasztanak, vagy lopnak, vagy korruptak, míg a másik embert már azért is mondjuk letartóztatják, mert mondjuk Putyinra mer valami rosszat mondani. Tehát nincs törvény előtti egyenlőség sem. Nézzük, hogy a demokrácia mit jelent. Démosz, azaz a népuralma. Ókori eredetű szó, ugye az aténi demokráciát szoktuk mintának tekinteni, és akkor hát, hogy innen származik a modern demokráciáknak az alapötlete. Démosz azaz a nép uralma. Azért ezt a görögök annyira nem tartották hú de jónak, mert rájöttek, hogy azért van veszélye is. Például itt látjuk ugye, hogy ilyen ügyes szónokoknak sikerült általában meggyőzniük a népet, hogy kire meg, ki ellen meg, hogyan szavazzanak, és azért nem biztos, hogy éppen a legjobb és legtisztességesebb döntést hozták. Tehát a demokráciával vissza is lehet egyébként élni, főleg akkor, hogyha az a démosz, az a nép, az buta. És igen, tehát ezt kell mondanom, hogy buta, tájékozatlan, akkor nagyon gyorsan vissza lehet élni a demokráciával. Ezért helyeznek nagyon nagy súlyt a modern nyugati demokráciák az oktatásra, hogy művelt és tájékozott réteg jöjjön létre, akiket nem lehet átverni.
Oké. A demokráciában az állampolgárok beleszólhatnak az őket érintő döntések meghozatalába, és tényleg beleszólhatnak, nem csak így, mint Oroszországban, ugye, hogy el van csalva a választás, meg vagy mint például a náci Németország esetében, vagy nálunk a kommunista választásoknál, hogy egy szavazatot lehetett, egy pártra vagy egy jelöltre lehetett csak szavazni. Tehát beleszólhatnak. Hogyan lehet beleszólni? Két úton, közvetlenül és közvetetten, azaz választott képviselők útján. Közvetlenül és közvetetten. Ugyanis a demokrácia alapelve, a nép felségelve, ezt még hatodikban tanultuk, minden hatalom forrása a nép. Tehát itt a hatalom, és itt a hatalom forrása a nép. És itt is lehet látni egy plakátot, ahol ezt hirdeti. Hogy a hatalom, a power, az emberektől kapja a hatalom a forrását. Ez hogyan értendő? Úgy, hogy az egyes emberek rádöbbentek arra, ugye a történelem, vagy hát az őskor folyamán, hogy egyedül nagyon gyengék ahhoz, hogy minden ügyüket rendesen elintézzék. Ezért ugye államokat hoztak létre, ugye, hogy bizonyos dolgokat elintézzenek. Hát most az ókorban ilyenre kell gondolni, hogy csatornákat tisztították, vagy mondjuk a modern államban például, hogy mondjuk működtessenek egy közlekedést, egy egészségügyet, egy oktatást. Tehát a nép ezért a hatalmának egy részét, mert most gondoljunk bele, ha minden egyes embernek magának kéne megszervezni a saját oktatását, a saját egészségügyét, a saját közlekedését, tehát az káosz lenne, és ezt a káoszt el akarjuk kerülni, ezért emelünk magunk fölé hatalmat. De a hatalomnak nem az a célja, hogy uralkodjon, hanem hogy szolgáljon, azaz a népnek, akitől kapja a hatalmát, annak a jólétét, a boldogságát, a biztonságát és a jogait biztosítsa. Ha a hatalom ennek nem felel meg, akkor a demokrácia alapelve, hogy le lehet váltani. Tehát akkor beszélhetek demokráciáról, hogyha a hatalom leváltható, tényleg leváltható, nem úgy, mint ugye itt Oroszországban, hogy nem lehet leváltani, mert addig csaljuk el a választást, amíg nem lehet leváltani. Jó, érthető? Tehát a demokráciában a hatalomnak leválthatónak kell lennie. És ugye mindig a nép jólétét, jogait, biztonságát kell, hogy szolgálja. A vezetők tehát, a demokrácia egyik alapelve, hogy a vezetők választások útján leválthatóak. Itt ugye amerikai elnököket látunk, Barack Obamát, aztán ugye Ronald Reagant, Clintont, Bush-t. Most lehet, hogy fölcseréltem Bush-t, nem, az idősebbik Bush-t, a fiatalabbik Bush-t, Ronald Reagant, igen, ők így jöttek egymás után, Reagan, Bush, Clinton, fiatalabbik George Bush és Barack Obama. Választások útján leválthatóak. Ugye ezeket az államnak az alaptörvényei rendezik, hogy hogyan történnek a választások. Amerikában például egy szabály, ugye, hogy egy elnök maximum 2 darab ciklus, tehát 2x4 évet elnökölhet, ezt követően nem indulhat a választásokon, szigorúan tilos. A demokrácia a sokféleséget hangsúlyozza, ezt idegen szóval pluralizmusnak nevezzünk, ugye, ha valaki majd németet tanul, ugye, akkor megtanulja, hogy a plurál a többes számot jelenti, tehát sokféleséget jelent. A politikai pártokból, képviselőkből is több van, hogy a hatalmon lévőket le lehessen váltani. Itt egy francia elnökválasztást hoztam, tehát a franciák ugye közvetlenül választják a köztársasági elnöküket is, nem úgy, mint mi, nálunk a parlament közvetetten választja. És ugye itt lehet látni, hogy itt legalább van 3 név, akire lehet x-elni, de azért ezben választás. Aztán ugye itt egy német választás van, ahol ugye itt nevekre, itt pedig ugye pártokra szavaznak, hát itt 3, 4, 5, 6, 7 név közül választhatsz meg, 3, 4, 5, 6, 7, 8 párt közül a választásokon, hát ez egy valódi választás. Tehát a demokráciának az alapja az, hogy sokszínű legyen, sok legyen valamiből, hogy lehessen tényleg választani, mert ha csak egy dologból választhatok, az nem választás. A másik alapelve a demokráciának, hogy a hatalmi ágakat szétválasztjuk.
Azaz, a diktatúrában ugye mindig egy kézben van, a diktátornak a kezében van minden, ő hozza a szabályokat, tehát a törvényeket, ő hajtja őket végre, és ugye az igazságszolgáltatás is ellenőrzi. Hát gondoljunk Sztálinra, minden döntést ő hozott, a végrehajtás ugye az ő kezében volt, és ugye a koncepciós perek nagy részét is ugye ő rendezte. De egy demokrácia az nem így néz ki. Ott szétválasztják ezeket a hatalmi ágakat, szétválasztják, de egyben egyébként ellenőrzik is egymást. Tehát a törvényt azt a parlament hozza, a kormánynak ezt végre kell hajtania, tehát a kormánynak, és az ítélkező hatalomnak meg mindenkitől függetlenül kell függetlennek kell lennie, és itt látjuk ezt a mérleg elvet, ez azt jelenti, hogy ebben a serpenyőben mindenkit ugyanúgy kell megmérni, tehát egy miniszterelnököt is ugyanúgy mérünk meg, meg egy egyszerű embert is, a vétkeit, azt ugyanúgy a mérlegre tesszük, és így ítéljük meg. A demokráciáról talán ez a legjobb kép, a sokszínűség. Hogy lehetsz bármilyen. Elfogadnak többféle véleményt, hogy teszem azt te, milyen dolgokat szeretsz, bármiféle véleményt elfogadnak, ami nem sérti ugye a másiknak a jogait, amiket ugye ott az előbb felsoroltunk. De hát tiszteletbe tartom a sokszínűségét mindenkinek. Hogy mindenki úgy boldog, úgy keresi a boldogságát, ahogyan szeretné, de természetesen ez nem jelentheti azt, hogy a másiknak a rovására keresi a boldogságát. Tehát például, hogyha te mondjuk szeretnél biciklizni, akkor biciklizhetsz, de ez addig tart, amíg mondjuk nem úgy akarsz biciklizni, hogy elviszed a szomszéd gyereknek a bicikliét. Tehát ez addig tart. A jogaid addig tartanak, amíg nem sértik más emberek jogait. Ez szigorúan így van. Jó. Vagy például, ugye itt mindenki, tehát itt van a sokszínűség, például mindenkinek joga van iskolába járni, és ott tanulni. Addig, amíg nem sérti a másiknak a tanulását, vagy nem akadályozza a másik tanulását, tehát nem mondhatja azt, hogy hát tanítóni kérem, akkor tessék csak velem foglalkozni, és akkor a másik 15 gyereke meg ne tessék foglalkozni most már. Jó, tehát ugye ez nem demokrácia. A demokráciához tartoznak civil szervezetek, civil társadalom, olyan szervezetek, amelyeket nem az állam hoz létre, hanem maguk az emberek. Ezért hívom civil társadalomnak. Az emberek hozzák létre érdeklődésük, elhivatottságuk alapján. Tehát például, hogyha te nagyon szereted az állatokat, és gondolod, hogy hát nagyon fontos neked az állatok védelme, akkor például létrehozhatsz állatvédő egyesületeket, vagy csatlakozhatsz hozzájuk. Én például nem vagyok annyira nagy állatbarát, de mit tudom én, érdekel a családon belüli erőszak, és akkor mondjuk én ennek a szervezetnek leszek a tagja. Aztán például vannak emberek, akik segíteni szeretnének a fogyatékkal élő társainkon, és mondjuk megalapították a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetségét, és itt is lehet munkát végezni. Én például nagyon szeretnék itt mondjuk hetente egyszer-kétszer itt munkát végezni, segíteni a Siket és Nagyot Halló polgártársainkat abba, embertársaimat abba, hogy teszem azt, munkát találjunk nekik, olyan cégeket keresni, akik foglalkoztatják őket, vagy szívesen foglalkoztatnák őket, stb. Tehát a civil társadalom az a demokrácia egyik alapja. Magyarországon ez nagyon-nagyon gyenge lábakon áll. Sajnos az állam is támadja egyébként őket, pedig ez fontos lenne, hogy az emberek valamit a másikért, vagy ugye az elhivatottságuk, amit ők fontosnak gondolnak, hogy azért is tegyenek és cselekedjenek. Ilyen karitatív tevékenységet, illetve hát ilyen civil tevékenységet Nyugat-Európában sokkal nagyobb arányban végeznek, ott jóval nagyobb ez az elhivatottság. Akár állatvédő, akár emberi jogi aktivisták, vagy akár ugye a fogyatékkal élők megsegítését, és ott divat például, hogy a munkád mellett hetente egy vagy két óra ilyen karitatív tevékenységet is végzel. Ott ez teljesen természetes dolog, egy kis kikapcsolódás is a taposómalomból, és nagyon jól tesz az ember lelkének, hogy fontosnak érezheti magát, és valami olyat tesz, ami önzetlen dolog, tehát nem feltétlen magáért teszi, hanem másokért.
A hatalom gyakorlásának formái, tehát a közhatalom, tehát hogy a nép hogyan gyakorolja a hatalmát. Na most itt különböztetjük meg ezt a közvetlen és közvetett demokráciát. Közvetlen demokrácia, amikor az állampolgárok közvetlenül részt vesznek a döntésekbe, tehát ők maguk szavaznak. Ennek van egy előnye, hogy aktivitásra sarkal, tehát el kell menni és mindig részt venni a dolgokba. Ez azonban azért probléma, mert most gondoljunk bele, hogy mondjuk megtárgyalnának egy törvényt, teszem azt egy oktatási törvényt, hát most milyen nehéz lenne, ha mind a 10 millió, illetve hát a 10 millió nincsenek választópolgárok, de mondjuk mind a 7 millió választó, vagy 7,5 millió választópolgár fogná magát, és akkor elmenne és megszavazná, hát összeszámolni se lehetne. Ez hol működik? A kis területű államokban, például az Athénban működött, mert ott laktak 6000-en körülbelül, tehát itt azért működőképes. Ma is van közvetlen demokrácia, ilyen a népszavazás intézménye. Magyarországon ez úgy néz ki, hogy 200 000-en kezdeményezhetik a népszavazást. Ha eredményes és érvényes, az országgyűlés köteles ezt figyelembe venni. Mit jelent, hogy eredményes és érvényes? Eredményes, tehát aki elmegy szavazni, annak több mint az 50%-a arra voksol. Érvényes, hogy a választásra jogosultak egy bizonyos százalékának, erre most nem emlékszem pontosan, hogy mennyi, el kell mennie szavazni. Ha nem megy el szavazni, tehát nem lesz akkora részvétel, akkor nem érvényes. És az országgyűlés köteles figyelembe venni, tehát akkor törvényt kell róla hoznia, arról a döntésről, ami a népszavazáson születik. Közvetett demokrácia, tehát ez azt jelenti, hogy nem én megyek szavazni az oktatási törvényről, hanem az általam megválasztott képviselő szavaz az oktatási törvényről. Ez a leggyakoribb módszer, ugye ez a nagy államokban is működik. Az állampolgárok képviselők útján gyakorolják a hatalmat. Tehát amikor van a parlamenti választás, és anyukád elmegy, és rászavaz egy pártra, illetve egy képviselőre, ez azt jelenti, hogy ő közvetetten őt hatalmazza fel, hogy anyukád nevében eljárjon. Ezért kell ugye nagyon tudatosan arra tenni az X-et, akiről úgy gondolod, hogy a te gondolkodásodnak megfelelően döntene. A magyar parlament egyébként 199 képviselőből áll. Na most az alkotmány, az alaptörvény, ez ugye mindig a legfontosabb jogok és kötelességek gyűjteménye, nem túl vastag egyébként, mert itt tényleg csak a legfontosabb jogokat és kötelességeket gyűjtik össze, mint az élethez való jog, minden ember egyenlőnek születik, stb., és akkor innen indul, ugye ezeket gyűjtik össze. Tartalmazza a közhatalom gyakorlásának formáit, tehát hogy például hogyan írunk ki népszavazást, hogyan zajlanak a választások, ezt mindig tartalmazza, és az állam felépítését is, tehát hogy köztársasági elnök, miniszterelnök, stb. Hány képviselője van a parlamentnek, ilyesmi. Tehát ezeket a fontos dolgokat. A szuverenitás kérdése, mi az a szuverenitás? A szuverén, azaz független állam. Magyarország ugye 89 óta független, tehát szuverén állam. Addig ugyanis a Szovjetunió mindig beleszólt a döntéshozatalba, úgyhogy nem tekinthetjük Magyarországot, legalábbis 1949-től nem tekinthetjük szuverén, független államnak. Arról vita van, hogy 45 és 49 között abban az átmeneti időbe szuverén vagy nem szuverén volt, de hogy 49-től 89-ig biztos, hogy nem volt szuverén, tehát független állam a 100%. Amikor hazánk önként csatlakozott a NATO-hoz, ugye a katonai szervezethez és az EU-hoz, ilyenkor feladta szuverenitásának egy részét. Mit jelent ez, hogy feladom a szuverenitásomat? Például NATO csapatok használhatják hazánknak a reptereit, vagy ellátóhelyeit. Tehát akkor nem vagyok szuverén, mert egy másik csoportosulást is beengedtem az államomba. Az EU pedig kötelezően előír törvényeket. Mondok egy példát, ha te az Európai Unióhoz akarsz, tehát egy állam az Európai Unióhoz akar csatlakozni, akkor például a halálbüntetést, amennyiben mondjuk nála volt, azt el kell törölnie. Tehát kötelezően előír törvényeket, azaz a szuverenitásodat feladod. De cserében, tehát ez nem olyan, mint amit a Szovjetunió, hogy beleszólt a döntésekbe is kész, van egy másik oldala is a dolognak, hogy Magyarország cserébe részt vehet a NATO és az EU döntéseiben. És ilyenkor azt mondjuk, hogy ja, megéri azért feladni ezt a szuverenitást, mert egy két ilyen nagy szervezetben én is rendelkezem döntési joggal. Szavazhatok, ötleteket mondhatok, ezt megvalósíthatják, stb.
Na most a választójog, ugye ez az ALT, általános egyenlő titkos és közvetlen, tehát ez azt jelenti, hogy nem a Mariné viszi el a szavazatomat, hanem én megyek be abba a szavazó fülkébe és dobom be azt a cetlit. Tehát általános egyenlő titkos közvetlen, titkos, ugye szavazófülkében vagyunk, hogyha legközelebb, hát azt hiszem a következő választáson ti még nem választhattok, de már biztos többen elkísértettek a szüleiteket. Tehát titkos fülkében egyenlő, mindenki szavazata egyetér, akár a miniszterelnöké is, akár az enyém is, mindenki egyetér. Általános, tehát általános, ez azt jelenti, hogy életkori korlát van, 18 év Magyarországon, nem zárunk ki másokat a választójogból, hát néhány kivétel van, például a valakit lecsuknak, és azt is kapja mellékbüntetésül, hogy közügyektől való eltiltást, akkor ugye nem választhat. De ez viszonylag ritka. Közvetlenül a jelöltekre szavazunk, itt lehet látni. Itt vannak a, olyan, nem tudom honnan, együtt 2014, fogalmam sincs meg, hasonló, tehát jelöltekre szavazunk. Ellentétben az USA-val, ahol ugye elektori rendszer van, hát ez egy nagyon bonyolult rendszer, ugye azt jelenti, hogy az emberek elektorokra szavaznak, az elektorok meg leadják a szavazatukat az elnökre. De ugye mindenki tudja, hogy melyik elektor melyik elnökre szavaz, ugye az USA-ban nagy rész ez a két párt van, tehát ezt mindenki tudja, de ezt az elektori rendszert megtartották. Egyébként az USA-nak a szavazati rendszere az nagyon-nagyon bonyolult. Választások. Magyarországon 4 évente parlamenti választás van, 5 évente van önkormányzati, amikor ugye a polgármestert és a képviselőket választod, és Európa parlamenti választás is. Ennyi lett volna. Remélem, hogy így sikerült egy kicsit jobban megérteni diktatúra-demokrácia különbségét, tehát az egység, sokféleség, stb. És hogy ugye ezeket a fogalmakat, amikkel találkozni fogsz, és aki érettségizni fog, bizony ezek az állampolgári ismeretek, ezek elő is jönnek, hogy mi az, hogy demokrácia, pluralizmus, közvetlen és közvetett demokrácia, alkotmány, szuverenitás, tehát ezek a fogalmak bizony elő fognak fordulni. Köszönöm szépen a figyelmet, a leckét meg majd, vagyis hát a házi feladatot meg majd megtaláljátok.